Mintegy 70 állomásból álló fórum sorozatot indított el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az agráriumban dolgozók tájékoztatásáért, mely hétfőn Heves vármegyébe érkezett. A fórum kiemelt témái az induló vidékfejlesztési pályázatok és a közös agrárpolitika voltak. A fórumot megelőző tájékoztatón dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő kiemelte, úgy véli, nagy kihívás elé állítja a gazdákat a KAP változása. A fórumot párbeszédnek nevezte az alkalmazkodás érdekében. Ignác Balázs főispán elmondta, 2023-ban Heves vármegyébe 41 milliárd forint agrártámogatás érkezett. A közös agrárpolitika miatt megnövekedett adminisztrációban igyekeznek az agrárkamarával közösen segíteni a termelőket. Györfi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az agrárgazdaság jelenlegi helyzetéről, kihívásokról beszélt. Mindenképpen időszerű, és beszélni kell róla, hogy a vidékfejlesztési program pályázatai elindulnak. Óriási forrás tömeg áll a magyar vidékfejlesztésére rendelkezésünkre. Ezzel jól kell tudnunk bánni, és jól kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Egy kényszerpályán vagyunk, nekünk fejleszteni, előre menekülni kell, hisz az ukrán termékeknek a szinte korlátozás nélküli beengedése az Európai Unióba az a piaci normális működést alapvetően rúgta fel. Nekünk hatékonyságjavulással, fejlesztésekkel, hatékonyabb működéssel kell erre válaszolni. A vidékfejlesztési forráson belül a különböző programokon belül a pénz erre rendelkezésre áll, ezt ki kell tudni használni. Látni kell, hogy az Ukrajna politikája az Európai Uniónak az rendkívül veszélyes. Úgy viselkednek, mintha az Európai Uniónak már Ukrajna tagja lenne, hisz élvezik minden előnyét, amit egy tagság jelenthetne. Minden mellett viszont nem kell betartsák azokat a szabályokat, amelyeket az európai termelőknek be kell. Ez egy olyan verseny, hátrány, amit az európai mezőgazdaság egész egyszerűen nem bír el. Akkor a volumenben érkezik be ukrán mezőgazdasági és élelmiszeripari termék Európában, hogy azt már nem lehet kezelni. Nem véletlen a gazdademonstrációk sokasága Európa szerte, ami nyilvánvalóan nem csak az ukrán politikát, az Európai Unió Ukrajna politikáját kritizálja, hanem úgy általában a vidék politikáját, az agrárpolitikáját, amiről kezd be bizonyosodni, hogy ez a sötét-zöld őrülettel vegyített gazdaellenes agrárpolitika, ez egy zsákutca, ezt egész egyszerűen nem lehet végigvinni. Gazdálkodóknak elegük lett abból, hogy klímakatasztrófa okozóknak vannak kikiáltva, állatkínzóknak és egyébként földgyilkosoknak, hogy ilyen erős szavakat használjak. Egész egyszerűen ezek szemen szedett hazugságok, és egész egyszerűen veszélyeztetik egyrésztől az élelmiszerelőállítást, de ugyanúgy veszélyeztetik egyébként az európai polgároknak az élelmiszerbiztonságát, hisz olyan harmadik országból származó élelmiszereket engednek be mindenféle korlátozás nélkül az Európai Unióba, aminek a nyomon követése nem biztosított, olyan hatóanyagokat használnak, amik Európában már adott esetben évtizedek óta be vannak tiltva, génmódosított növények vonatkozásában pedig a magyar társadalom értékítélete az gondolom egyértelmű, nem tartunk igényt ilyen jellegű élelmiszerekre. Ezért fontos, hogy a gazdálkodókkal ezt megvitassuk, megtaláljuk azokat a kitörési pontokat, amelyek menekülést nyújtanak ebből a szorult helyzetből, és ebben igyekszünk a gazdálkodóknak segítségükre lenni. Szólt arról is, hogy a vidékfejlesztési program teljes összege 2900 milliárd forint, melyből csak 600 milliárd forint az uniós finanszírozás, a nagyobb összeg hazai forrás. A közeljövőben 69 új pályázati lehetőség nyílik meg a gazdák számára. Nem mondhatjuk, hogy mindenki fizetett 100 forintból, nagyságrendileg 80 az hazai forrás, és mindössze 20, ami uniós forrás, tehát ez nem egy brüsszeli kegyelem kenyér. Azért, mert a magyar kormány ennyit hozzátesz, ezért tudunk ilyen sok pályázatot meghirdetni. Az idei esztendőben 69 pályázat fog megnyílni, különböző témákban, akár erdőfelújítás, erdőgazdálkodás, gazdaságátadás, hatékonyságnövelő beruházások, vidékfejlesztési típusú támogatások, nagyon sok minden, azt gondolom, hogy a gazdálkodóknak érdemes lesz figyelni a lehetőségeket. A fórumon Szendrei Lászlónak, Heves vármegyei szervezetének elnöke bejelentette, hogy új díjat alapítottak. Évente 4 ember kaphatja meg a Heves vármegyei gazdákért kitüntető díjat. Az első elismerést Ignác Balázs főispán kapta meg.